Sziasztok! Ez egy Audi A5 Quattro, 2010-es, 3000-es TDI V6. Tulajdonképpen az autó nagyjából 3 hónapja van nálam. Azóta lekapogom, nagy probléma nem volt vele, bírja a strapát. Van alatt egy 18-as felni, ez nagyjából a gyári. Kapott egy optimalizálást. Ugye gyárilag 245 lovas, így nagyjából most 300 ló. Azt, hogy mennyit megy százan, azt majd meglátjuk. Remélem, az még jó idő lesz. 5,7-et írtak róla. De úgy egyébként nem tudom. Téli gumi. Mert pont a videó előtt szépen kaptam egy dur defektet egy vadi új gumikkal nyáriról, úgyhogy eleve nagyobb felnit akarok rá, hogyha még megtartom. Aztán mondom, most már nem veszek rá még egyet, mivel quattro, ugye 4 gumi kéne rá. És 2 az tök jól megmaradt rajta, mert az nem lett probléma, a másik az viszont teljes mértékben kiszakadt. Úgyhogy inkább úgy döntöttem, hogy felrakom most már téliket hátra. De egyébként így se csúszik, szóval megtartja, amit kell. Hát igen, ezt még így vettem, hogy kapott egy sima fóliát, viszont az az érdekes, hogy azért a rendőrök még egyszer sem szóltak, szóval egy héten 3-szor megállítottak szondáztatni, viszont amúgy egyszer nem szóltak, hogy a lámpa le van fóliáztatva, viszont korom fekete, úgyhogy... De egészen igényesen meg van csinálva ez is, szóval... Sehol nincs feljövve, meg rendesen meg lett csinálva még ezt így, ugye amikor vettem, akkor néztem is, hogy azért lesz-e valami panasz, de nem. Az a műanyagért is azt hittem, hogy fognak szólni, mert... De ugye ez sem gyári rajta. Egyébként az gyári, tehát hogy ez full gyári. Egyedül ugye ez az optimalizálás, amit kapott, az nem. Meg hát a DPF ki lett szedve belőle, úgyhogy ennyi nagyjából. Meg most kapott vadonatúj motortartóbakot, mert az viszont leszakadt. Aztán utána kiderült, hogy a váltóbak is. Azt is ki kellett, akkor mondták, hogy a lengőkarszilenteket is meg most már ki kéne cserélni. Úgyhogy az még csere volt, úgyhogy teljesen szét lett most szedve az autó, viszont nagyjából ennél nagyobb problémája nem volt. Hál' Istennek. Az itt egy kis baleset, de hát most az nagyjából belefér. Majd, hogyha egyszer szét lesz szedve, akkor leszedem. Az a jó egyébként ebben, hogy ugye nagyon sokáig néztem ezt az A5 fajtát, meg a 6-os GT közt gondolkoztam nagyon sokat. És 6-os GT-ből nem találtam olyat, amit akartam, mert ugye DSG-set szerettem volna, illetve full bird, tehát hogy az extrásabbat, de ez így nem nagyon jött össze. Illetve találtam ezt. Ez volt a másik, ugye, amit még néztem. Ebből se sok olyan volt itthon egyébként, ami megvettem volna bármikor. Mikor lekérdeztük ezt, és ennek is a kártörténete azért eléggé durva volt, mert például nem is tudom, hogy ezen az oldalt, vagy a másik oldalt, itt van egy ütődés. Talán itt, hát igen, egy kicsi horpadás itt van. Ez nem nagyon látszik sajnos most így. Aztán azt hittem, hogy összetörték az autót. Aztán mondom, inkább felhívom a tulajdonos, megkérdezem, mert hát most bármi történhetett tulajdonképpen. És akkor elmondta, hogy nem volt összetörve az autó. Nála nem. Aki volt előtte, az a barátjáé volt. Miután eladta, utána náluk soha nem volt kint parkolva az autó. Egy nap kint maradt az autó, és rádölt a fa. Egyetlen egy nap. Képet mutatott róla, úgyhogy így elhittem, hogy megmutatta, hogy rajta van a fa az oldalán. Aztán ennyit. Hál' Istennek. Más nem kapott. Ezek után kíváncsi lettem, és azért én is lekérdeztem a kárvejtikálon. Valóban balesetet jelez. Észlelt tevékenységét regisztrálták, Olaszból jött az autó, mint látjátok, és igen, rögtön Magyarország, és találtuk sérülést a vezető kinetek. Lopott nem volt, kilométerről állás az tök okés, és itt van a sérülés, amit a Tula is mesélt, illetve amit neki is meséltek. Tetőt írja pontosan ott, illetve a lökhárítót, hát valószínűleg még azt is behúzták a kaszkóra, vagy ilyesmire. 3-400 ezer forintos sérülés, ez egyébként teljesen tényleg reális. Nagyjáboli árat látunk még, néha eléggé alul van becsülve, illetve itt vannak az alapadatok.
És itt van az első 2019-es eladásra kínálás, hibrid autós téma. Hát igen, ez is bizonyítja, hogy jól azba jött az autó, mert egyébként azt nem tudom, tudjátok-e, de a legtöbb hibridet, ahogy én nézem, Hollandia, meg olasz, innen hozzák be. És akkor itt is van egy hirdetés, itt is van egy hirdetés. Itt most műszakiról egyébként nincsenek képek. Egy kis ellenőrző listát. Úgyhogy srácok, azért ez egy jó bizonyíték arra, hogy nem biztos, hogy annyira kamu ez a kárvertikál, mint amennyire sokan gondolják. Mielőtt megvennétek egy autót, mindenképpen kérdezzétek le, és amit kaptok adatokat, azoknak próbáljátok utána járni az eladó által, vagy bármi más által, akár ugye a magyar lekérdezési oldalon, de ha külföldi autót vásároltok, ott ugye az használhatatlan. Vásárlásnál mindenképpen ajánlom a kárvertikált is. Kap egy nyitott rendszert, ha megtartom, de eddig csak nagyjából dízelautón volt, úgyhogy most úgy döntöttem, hogy benzinesre váltok. Ha fogok, úgyhogy annak az egy kicsit jobb hangja lesz. Viszont amikor megnéztem videókat róla, milyen egy nyitott rendszer alatta, azért nem szól rosszul ahhoz képest, hogy dízel. Úgyhogy még meglátjuk, mit hoz. Ja, jobb lett. Majdnem, hát, ja. Lehet kiveszem a mély nyomot, az 60 kiló. Mi? Olyan nagy mély nyom van benne? Na jó, mondjuk ez számíthat. Ezen múlik, hogy bemenjen. Őt a lát, akkor kizedett. Hát igen, akkor azért elmondhatod, hogy 4-jel kezdődik. Azért az egy kicsit jó. Na már513. És a most? Most, ez most 513. Ja, 518 volt. Ez most egy rosszabb lett. Az előtti az 0-0-0, 518, ami valós és érvényes, ez szerint. Aha.